Beszédfelismerő és távmeghallgató szoftvereket is bemutattak a Gyulai Törvényszék digitális nyílt napján. A rendezvényen az érdeklődők a gyakorlatban is megtekintették a VIA videórendszer működését, amely lehetővé teszi a távmeghallgatást, vagyis akár az ország másik végéről is vallomást tehet egy adott illető anélkül, hogy személyesen meg kellene jelennie Gyulán. Továbbá bemutattak egy beszédfelismerő szoftvert, illetve a Digitális Bíróság elnevezésű projektet is. A Digitális Bíróság projekt, amelynek a végső eredménye az lesz, hogy bevezetésre kerül az e-akta. Ez az ügyfelek szempontjából azt fogja jelenteni, hogy 0-24 órában az ügyfélnek lehetősége nyílik egy regisztrációs folyamatot követően a saját bíróság iratainak a megtekintésére, tanulmányozására. Bíróságon ez jelenti azt is, ami szintén még a ügyfelek szempontjából előnyös lehet, hogy például a bírósági határozatok anonimizált gyűjteményének egy keresőmotorja kerül fejlesztésre, és ezáltal maga a bírósági határozatok szélesebb körben nyílnak megtekinthetővé és kereshetővé is. Az eseményen a Békés megyei Büntetés Végrehajtási Intézet és a Békés megyei Rendőrfőkapitányság is interaktív standokon mutatta be saját informatikai eszközeiket, azok működését. A rendezvény célja a projektek keretén belül megvalósult digitális innovációk bemutatása volt.